A Helikon kiadó és az Egri Road Beatles Múzeum könyv bemutatót és zenei találkozót is tart hétvégén. Figyelj, Bori, zenéről a lesz fett, szó, ez neked hazai pálya. Szóval ennek apropója, hogy magyarul is olvasható most már a Beatles filmhez kapcsolódó exkluzív könyv. A témában vendégünk Peterdi Gábor, az intézmény igazgatója, megálmodója. Jó estét kívánok! Az számát. ápolt! <laughs> Igen, ja. örülünk, hogy mindenki. itt vagy. Elmondok egy vallomást gyorsan, nem voltam soha a Beatles Múzeumban hát még. pedig most már már lassan a 7 éve vagyunk, Úgy így van. Hogy illene. Már lassan iskolába ak járunk. Akkor kezdjük dorkálni egy kicsit a borít. Miért menjek a Beatles Múzeumba? Jó, ezt a kortes beszédet szerintem már nem itt kéne elmondani, de beszéljünk a hétvégéről. Jó, hát azért érdekes a hétvége, mert ugye most jelent meg egy olyan könyv, 25 év után a Beatles maga adott ki egy könyvet, Életükben ez most fordul elő másodszor, vagy a most fordul elő másodjára és egy olyan korszakot ö, ö, dolgoz fel, ami sokak szerint már a feloszlás, az egymásnak ugrás időszaka, ahol már a Jokónó ott van, a Linda McCartney ott van, és hát alapvetően a zenekar az utolsó idejét éli. És ö, ez tulajdonképpen azért alakult ki ez a, ez a gondolat, mert amikor 1970-ben kijön ez a film, ennek a hanganyaga is később jelenik meg, mint amit egyébként később felvettek az Zebbi a híres zebráslemez, ami valóban az utolsó, egy ilyen fekete borító, a Let it be borítója piros lett az alma, mintha beérett volna hogy a Beatles híres zöld almája. Illetve hát akik vágják a filmet, azok olyan részeket vágnak ki belőle elsősorban, ahol tényleg azért olyan olyan kicsit kedve ment a társaság. Uh -huh. És ez nem is tetszik a srácoknak, ráadásul, amikor megjelenik, akkor éppen túl vannak már a feloszláson. De ez az egész az igazából jó, mint majdnem másfél évvel előbb történik és mindenki úgy kezeli, hogy ez egy ilyen, ez egy ilyen mostoha gyereke a zenekarnak, kicsit ott a stúdióba ezeket a anyagokat, később Filszpektorra javítják fel, és mindenki úgy van vele, hogy van egy elképzelés, hogy ez mi lehet. Na most a covid van jó oldala is bármilyen, bármilyen rossz az életünkben, mégpedig az, hogy Peter Jackson, ugye aki a Gyűrűkula is rendezte, Londonban jár még a, a pandémia előtt, és hát óriási Beatles rajongó bemegy a Beatlesnek a székházába, ami egyébként még mindig létezik. Én is voltam, hál' Istennek, és tudtam beszélgetni ott a, a dolgozókkal, álommeló. És, és hát őt beengedik a, abba az archívumban, ahol 80 órányi filmfelvétel van erről az egy hónapról, és több mint 150 órányi hanganyag. Ugyanis a, az alapötlet az volt, hogy egy új lemezüket egy az egybe felveszik, hogy a dalok születésétől egy valamilyen koncertig. És hát a Jackson elájul, hogy hát itt ekkora anyag van, és hát ugye 50 éve nincs tulajdonképpen, senki nem jut hozzá, és hát azonnal engedélyt kér, hogy akkor ő ebből csinálna egy valamit. Mert hát tudja, hogy annak idején a film nem volt olyan nagyon kedvelyére a srácoknak. A George Harrison, akinek egyébként most, most volt ugye a 20. évfordulója halálának, éppen talán tegnap vagy tegnap előtt, ő nem is nagyon akart hozzájárulni annak idején, hogy ez DVD-n vagy bármilyen kiadják. Van. Úgyhogy ez nagyon sokáig elérhetetlen is volt és végül is aztán rábeszéli Peter Jackson, ugye még a Paul McCartney és a Ringo Starr, akik ketten élnek, illetve Joko és Olivia harrison hogy ő ebből egy olyan filmet csinál, ami tetszene ugye John Lennonnak és George Harrisonnak is. És valóban most látva, mert hál' Istennek már sikerült megnéznem, ugye az internet szempontjából ez érdekes, egy majd 8 órás anyag készül ebből. Hát azért el tudjátok képzelni, az még annak is, aki szereti ezt a zenekart, azért tömény. Igen. Tehát ilyen másfél órás részekben lehet megnézni. És emellé készül egy könyv. És ez a film az igazából azt mutatja be, hogy valóban mi történt, és kiderül, hogy igazából semmi gond nincs, a Jokón igazából bele se szó semmibe, a Lenon az nagyon jobban van a mccartney -val. leginkább a Harrisonon lehet azt érezni, hogy neki azért úgy már kifele áll a, az a kedve, de, de ő is végig mosolyog, játszik, stb. És ugye a tetőkoncert a vége, a híres tetőkoncert a Sevillón, amikor ugye csak a végén fölmennek a székházuk tetejére, és tartanak egy, egy meglepetés koncert, és az emberek másznak fel a ház és őrjöngenek. Érdekesség, hogy a múzeumban múltkor járt egy, egy hölgy, ma már idős hölgy, aki akkor ilyen 20 éves volt, aki lentről nézte a koncert. Szinte hogy mászott is föl. És mászott, is föl. Persze, nem, nem, nem normális senki, aki a Bírus közelébe kerül. Na és ez a könyv jelenik most meg, ráadásul azért érdekes, mert alapvetően majdnem olyan, mint egy forgatókönyv, tehát a, a, a beszélgetések vannak leírva, hogy a film alapján, nem csak amit a filmben láthatunk, hanem egyéb is, és rengeteg fényképpel, ugye Linda McCartney is fotós, akkor még nem is Linda McCartney, csak a barátnő, de rengeteg nagyon jó fényképet készít, illetve hát azért érdekes ez még számunkra, mert ahogy mondtam a 25 évvel ezelőtt antológia után, ami szintén megjelent magyarul, most ez is megjelenik magyarul, Ipacs Tibor fordításában, aki egy nagyon jó barátom. És ö, többször beszéltünk telefonon, ugye rengeteg slang van benne, ilyen beatles humor és stb. És kérdezte, hogy ezt hogy kell érteni, hogy kéne fordítani. Meg is ajándékozott ezt egy mellékletből, hogy a hátsó oldalra oda van írva a nevem, egy hivatalos Beatles könyve, az is, az is egy jó eső érzés. Na és az a könyv megjelenik, és összesen nyolc nyelvre fordították most le, mm. tehát a magyar az egyike, és azért gondoljunk bele, a világon szinte mindenhol meg fog jelenni, <kül> és a magyar az saját nyelven tudja olvasni. Fantasztikus. És mindezek kapcsán milyen programokkal készültök hétvégén, hát, és kiket vártok? Igen, vendégedet? hát ugye a Helikon kiadóval beszéltük meg azt, hogy akkor, amikor én erre ül, ugye így fű alatt, mert nagyon, ez hihetetlen, hogy milyen titkolózás folyik ezeknél a, a projekteknél, itt minden egyes oldalnak úgy kell kinéznie, itt minden lapnak pont úgy kell kinéznie, minden színnek úgy kell kinéznie, folyamatosan az Apple ellenőrizte, tehát ez teljesen ugyanolyan, mint az angol kiadás, súlyába mindenbe, tehát nagyon oda kellett figyelni, és amikor én ezt még megtudtam, hogy ez létezik, vagy egyáltalán munka van vele, akkor a Helikon megkerestem, és hát mondtam, hogy hát ennek egerben kell lennie, ennek a, ennek a könyvbemutatónak, mert hát a Beatles Múzeum azért adja, hogy ez nem lehet máshol, és úgy döntöttünk, hogy akkor itt itt a Hotel Koronában tartjuk. Akkor még úgy volt, hogy november közepén, de hát ugye a pandémia miatt, amit a Jacksonnak is volt ideje, ezt a nyolc órás filmet, most nekünk is volt idő, még egy picit tovább készülni is. Alapvetően olyan vendégeket hívtunk meg, ugye nyilván meghívtuk az Ipacs mint fordítót, aki azért a kulisszatitkokról, magáról a fordítás nehézségeiről tud nekünk beszélni, illetve lesz három hazai Beatles szerző, a Molnár Gábor, aki szintén ugye a múzeum egyik tulajdonosa és jó barátom, aki annak idején 86-ban a halhatatlan beatles készítette, az első igazán komoly Beatles könyvet. Ugye nyilván az ungvári Beatles biblia az egy, az egy mindent vivő első könyv volt, de igazán Beatles történettel, nem annyira a szociológiával, azzal a Gábor könyve foglalkozott. Aztán lesz a Benedek Szabó, csak néhány évvel ezelőtt a Beatles vágatlanul című könyvet adta ki. És itt lesz még Marsi József, aki pedig a Beatles kódexet, ez pedig egy ilyen, hát szó szerint a Beatles minden felvételek, hány másodperc, mikor játszották a magyar rádióba, tehát minden benne van. És nyilván kerestünk valakit, aki a hazai zenei életet is tudja képviselni, és Bétót Lászlót várjuk. Egyrészt, mert ő rengeteg Beatles dalat játszott be annak idején, de a poptarisznyába is, és egyébként a mai napig is szívesen forgatja. Plusz óriási rajongó, illetve hát Cutorzolit a Belmondóból, aki megint teljesen oda van a zenekarért, többször volt már a múzeumban. Ő a kisfiával jön, és hát az a gyerek az egy csoda gyerek. Elapvetően egy kis megkártni, úgy is szoktuk mondani, hogy kinézetre is olyan. Egy olyan basszusgitárja is van, és, és, imádja a Beatles, pedig ilyen még nagyon, nagyonak az elején van az életének. És ők is szeretnének zenélni egyet, tehát ők, ők mindenképpen ebben is részt vesznek. És egy másik nagy rajongó, akit sokan nem tudják, de Kozsó is nagy Beatles rajongó, és ugye Egri háttérrel rendelkezik. Hát ő azért egy, ugye nem csak zenészként, hanem menedzserként és producerként is ismert, és hát rengeteg ötletet a, ugye a Brian epstein a Beatles menedzserétől is vett át, hogy hogyan kell egy csapatot irányítani, hogyan kell egy csapatot egybe tartani, hogyan kell a zenét megcsinálni, a hátteret hozzá, meg az egész promóciót. Tehát ő is sokat tanult erről, majd erről fog nekünk mesélni. Szerintem a Beatles olyan, mint a farmer, mindig divat. Hát, és mindig, igen, mindig ez szereti ez mindenki. Meglepő, hogy, hogy ö, ö, sokan mondták abban az időben, hogy ez néhány év lesz. Ők is azt gondolták, ugye amikor a Bitlus 63 ba befutott, azt gondolták, hogy körülbelül az év végére, ez is az még Anglia, ők még szépen meggazdagodnak, és akkor majd különféle munkák lesznek. Ringo például fodrász akart lenni, női fodrász, ez a nagy kis műzékbe bemászni, és ott magyarázni a nőhölgyeknek, hogy mi lesz, mi lesz a jó, jó fazon. És aztán ez egyszerűen nem lehetett ebből kinőni, mert valahogy annyira eltalálták az emberek szívét, a dalaikkal, a mondani valójukkal, ezzel a közösségi érzéssel, az egész 60-as évek hatásával, hogy meg ami hatással voltak ugye a világra, Hát nekem rengeteg könyvem van még otthon, hogy nem, tudjuk a múzeumba tartani, és minden témában, tehát a Beatles és a divat, meg a Beatles és az autók, és a, hogy mi mind, ugye a mini, a híres angol mini, az azért lett olyan népszerű, hogy a Beatles fiúk azzal jártak. Így van. És akkor megőrültek érte az emberek. És a 60-as évekből ott lett a mini. Így van. Kábor, pontosítsuk akkor, hogy időpontokat, mondjuk meg Jó. a helyszínt, így a végén foglaljuk össze. Jó. A Hotel Jó. Koronában lesz, 11 órakor kezdünk, szombaton, szombaton. Van. ekkor van egy ilyen sajtótájékoztató, ez körülbelül egy, egy órás sajtótájékoztató, és délután pedig egy órától indul egy ilyen zenei találkozó, amiben filmvetítés, 5.1-es ritkaságok meghallgatása, előadás John Lennonnak az utolsó évére, ugye december 8-a megint jön, ugye az ő halálának az évfordulója, illetve hát szeretnénk egy kis ilyen zenebőrzét is csinálni, egy-két ilyen híritka lemezárusítás, meg stb. És hát ilyen örömzene is belefér, sőt este olyan, olyan hat óra fele kirakunk egy Rick gitárt a múzeumba, egy John Lennon limitárt szériát, ugye, minő, játszott, és uh, hát az a egy nagy, -nagy, nagy dolog lesz, hogy egy újabb dologgal emeljük a Beatles Múzeum fényét. Érdemes oda látogatni. Igen, a hát nézzük, akkor szombaton Bitlisre fel, mert hogy uh, a Beatles örök, ahogy Kori is mondta. és él. még egy érdekesség, ha jól számolok mindent, akkor ennek a filmnek a tetőkoncertje körny környékén fogantam. Ez Ugyanis nem véletlen. És akkor már most minden megmagyaráz. Mert november 62 november 2 másodikán születtem, tehát ha visszaszámoljátok, az ott akkor, van a, a január 30-31 február eleje. Hát akkor. Köszi, anya, apa. Gábor, köszönjük, köszönjük szépen. Hogy itt Jó leütése volt. Köszönöm szépen. Beszélgetésnek köszönjük.